I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Sziasztok, Zoli vagyok. Hello, én Csabi. Terveztünk már régen egy Amnézia végjátszást, most ezt szeretnénk megvalósítani. Igen. És Skollex-el van egy kis baj, elmondja Csabi. Igen, ő az új tagunk, és most ugye szaraszik az amnéziája, és majd helyrehoz, akkor talán csatlakozik hozzánk, de nem biztos. Igen. Szóval még kiderül. Igen, rejtés. Na, akkor szerintem induljunk el, nem? Vagy benn vagy már a játékban? Tölt. Oké, okay, már benn vagyok. Most vagyok bent. Anyád, ez milyen félelmetes. Dik, jó félelmetes így az eleje. Wow. Egyébként hallottam, hogy fog kijönni Amnézia 2, hogy valami ilyesmi, tök jó. Tudom, de menjünk, én indultam. Wow. Tök félelmetes. Tudom, szembe egy ilyen kőomlás a másik szobában. Nem látok ott semmit. Wow. Hát meg így melyek, melyek, meg melyek a fény felé. És hatalmas, ajaj, szétdőlök a szőnyegen. És ez miért van? Jaj, elpucs. Furcsa hangokat hallok, és... Fogd meg az ajtót, az a bazi nagy ajtót, öregem. Még nem vagyok úgy, bár most volt az intro. Ja, oké. Okay. Aha, ébredek a fény mellett. Öregem. Ugye ez nem lesz kellemes. Na. Érdej már a fenéz lefedik. Na, felkeltem. Zsír. Oké, okay, akkor menjünk. A folyadéknyakat és találd meg a forrást. Ó, lő okaj. Aha, itt van egy zsé. Sikla, itt van nála valami? Van itt valami? Nem látom, hogy lenne valami. Kinyitottam ezt az ajtót. Tinderbox. Yeah. Na. Menjünk, szerintem. Hol vagy már? Én már itt vagyok ennél a bazi nagy ajtónál középen. Én itt vagyok ennél a világon, szóval még az elején. Akkor gyere már. Velem szembe egy kölyomlás, ott van valami? Nincs. Én levettem Krisztián fejét. Itt van Krisztián. Kettő darab Krisztián. Leveszem én is. Wow, minek googolok így lefele. Ez miért villámlik, öregem? Anyád. Életes. Mi volt ez? Megfogtam a nagy ajtót. Mi lett? Igen, ezt ne is megcsináltam, nem tudom, szerintem semmi. Jó, menjünk be az ajtóra. Anyád, kinyíltott előttem az ajtó. Ura köcsög, húj. Ja. Itt egy Tinderbox izében. Ha? Bemegyek, azon az ajtón bemegyek. Már bementem én. Itt van egy Tinderbox. Hú. Jó. Látom, lezárom inkább az ajtót. Én nem, én megyek tovább. Én már itt vagyok a seprűnél, az ami a izében van. Én is. Aha, akkor jó. Oké, okay, megyek a másik ajtón. Bemegyek a másik ajtón. Lépcső. Lépcső felfele. Oké, okay, felmegyek. Én is. De miért néz ilyen Ferdinand Bell King? Nem tudom, be van szívva. mit szívtél, Dániel, ha? Kezdek a hangok. Lépteket hallottam. Én is. Mozog a föld. Mit benne? Nekem meg valami recseg. Az is. Anyád. Az anyád, ez mi volt? Basszus. Ne. Oh, ez jó félelmetes, he? Ne, ájúdozunk. Ne. Rosszabb, mint a custom story-k. Ja. Oké, okay, megyek tovább. Én de is. Mi miért sprintelek? Nem tudom, nem mindig. Ja, én is nem tudom. Itt egy szekrény egy szobában vége felsőnek. Nekem kinyílt az ajtó, de mellettem van egy szoba, benézek még. Anyád. Nekem már kéne lámpa. Nekem is csak. Nyitom a szekrényt. Itt megtaláltam Krisztiánt. Ez a Krisztiánt. Jobbra. Hogy csak Krisztián? Kinyitom ezt a szekrényt. Semmi.
Bakker. Itt a nyitva ajtóba bemegyek, ahol nyitva van az ajtó abba a szobába. Én bementem már. Ez mi? Anyád! Vigyázz, hogy sem van, jár, csak a sima alap. Tessék? Jó köcsög ez az amnézia, he. Igen, jó, hogy megyek másik szobába akkor. Jó, bátom csak mi az ajtót. Lement a szenítim. Ó, nincs az ajtóban semmi. Nekem is enyhe fejfájás. Nem megyek a lépcsőn. Lehet a lépcső? Gyere már. Én is megyek lefele. Én nem megyek az alján. Itt egy töltajtó. Aha, bementem. Akkor csak rosszat jelent. Régi irattár. Oké, bementem. Többi gyerek úgy cukkolt a neve egyre hangosodó. Iránban zengett. Összörözve őt, hogy megvegyem. Minden ezt tegyem. Gondolta a fiatal fiúsi követ mért csapást áldozatára. Fú. Hát? Nekem vannak meg valami könnyei, valami ilyesmi, nem érkeztem még valószínűleg. Nem tudom, de én megyek, benn vagyok már. Azt a rohadt. Ez mi ez a hely? Kinyílott előttem egy ajtó. Anyád. Ja. Hát, ez rendesen beszívott. Én bemegyek abba az ajtóba. Én is bementem már. Szegény Dénia, sok volt a LSD meg a kokain. Ez nagyon beszívott, mondom. Anyád, ez mi volt? Lapos férjek, fúj! Magadról beszélsz? Nem ám. Miért nem vagy itt? De. Én már itt vagyok ennél a sziklánál. Sziklánál. Várjál már meg. De visszamentem, hogy ajta, az nincs ott semmi, hanem így ajta volt ugye ezen a helyen. Én lementem ott az idénél. Itt vagyok. Megyek tovább egy fölésről. Anyád. Egy ajtó. Itt van, itt van a lámpa. Megvan a lámpásom. Ez nagyon actionös. Megvan a lámpásom. Nekem is. Király. Követem ezt a szart. Milyen szart? Ezt a nyomot. Ja, én is, oké. Ez vér akar lenni, mert olyan rózsaszín színe van, nagyon furcsa. Csillámpóni elvérzett, vagy nem tudom. Dik remeg a föld. Kiítom az ajtót, bementem. Nem belemegett a föld, én kiítottam ezt a szoba. Szekrényt. Igen, van lámpásom különben. De nem azt állom. Yeah, repülök. Vagy nem. Na. Repülsz. Mit csiptál? Yeah. Mindegy. Na. Semmi. Nincs itt semmi. Kiítom a üzét, kályhát. Én bementem a másik ajtóba már. Hú. Itt van egy asztal szemben. Basszus, utál, amikor így elkapja a kamerát. Felvettem a levelet. Én is. Ez jó, itt jó. Olaj. Nem is olvasta el nekem. Én nem olvastam el, én tudod ki. Itt egy kar a falon. Hol? Valra. Aha, látom. Húzd meg, Csabi. Aaaa, kint adott a izé. Tömes volt mögött. Wow. Menjünk? Aha, előcsarna. Ja, zsír. A gonyapadlóra zuhant, könnyek kezdtek. Szájtól becsapódott szeméből, mögöttem. Ahogy megkapta az első rúgást a gyomlába. Hazzá nem jött elő. Nekem ez volt az előbb. Aha, vágom. Itt az előcsarna. Oké. Okay. Megfelelő lépcsőn. Merre menjünk? Én lesz a balra emelk. Nem fel, még nem a lépcsőre. Én sem. Ez mi? Bejöttem a közepére, valami lilán világít az ajtó. Oh. Te hallod? Ez a gyerek. Ez nagyon mondom neked. Ez függő lehet. Te Daniel, mit tisztány? Hogy képzeld ezt? Erős és hallékony. De ha ezt akar, nem szakítható el. Mik ezek a hangok? Nem tudom. Emlékeztem. Valamiféle szerves anyagája finomítóbb a vezető utat. Olyan eltüntethető? Lementél oda? Uh-huh. Jó, nem megyek le oda. Nincs semmi. Jó, oké. Okay. De elvileg le kell menni, de mindegy. Lementem, de itt ez a massza van. Oké, okay, megyek abba a nagy ajtóba, balra. Na, én visszalettem rendesre. Oké, okay, itt egy van. Találtam olajat. Itt egy láda. Én tegyek a ládában a olaj, nem? Aha, azt találtam. Találtam szekrénybe tűzszer számos. Zsír. Nagy ajtó.
Fogd meg. Wow. Hangját. Ha ez a hang. Oh, benőtt ilyen bigyó. Aha. Ez a hang. Oh. Mindegy. A grundra emlékeztet. Aha. Na merre menjünk először? Menjünk el a lépcsőn, nem? Felmerünk oda menni? Vagy menjünk ott a lépcső melletti szobába? Menjünk fel a lépcsőn. Oké. Mi? Basszus, nem húzza a szívbat, megint visszapörgett a kamerát. Valaki ordított. Hát, gondolom a saját embered. Nem, nem, valami nő volt. Merre? A felmentem a lépcsőn és ahogy, ott. A. Mi nem jöttél még fel a lépcsőn? De már felmegyek, majd itt vagyok egy szobán. Menjünk egyenesen vagy jobbra? Egyenesen, nem? A... Azon egy ilyen irattár... Irattárba? Igen, irattárba menjünk be szerintem. Bementem. Én is bemegyek. Illetve sorsa izét érezte szájában. Szultán kenyér gondolta ugyanolyanok, mint a konstantinápolyi konzulátuson. Nekem is ezt írta ki. Konstantinál, ja? ez a hely, no comment. Várjál, még nem vagyok ott. Hoppá, wow. Ajtó, ben jó vagyok. Jól néz ki. Librivari vagy? Jobbra. Jobbra, oké. Ezek a hangok. Hallottam valami morgást, mi volt ez? Oké, ben vagyok, is egy levél, felveszük? Ó, oh, Stefano, szia. Vagy Fernando, csak mindegy. Töltöttem a levelet. Alap. Okay, ráteszem Fernándot a levélre. Csak lelögtem, lelögtem. Kiúzom szekrényt, hátra van benne valami, de nincs. Yes. De miért nem olvassa el? Na, majd én elolvasom. Daniel jegyzete magának. Bárcsak meg kellene tanulni, hogy mire emlékszel, nem tudom, hogy marad-e bármi is, miután elfogyasztanám ezt az italt. Ne félj, Daniel, nem mondhatom el, hogy miért, de tudd, én döntöttem a felejtés mellett. Próbálj meg vigasztalást és erőt meríteni ebből a tényből, meg volt a célját, hogy az utolsó próbálkozásom, hogy jobbra fordítson a dolgokat. Ha Isten is úgy akarja, Brennenburgi Alexander neve még mindig keserű haraggal tölt el téged, ha nem, akkor ez szörnyen fog hangzani. Menj a belső szentélybe, keresd meg Alexandert és üld meg. Teste öreg és gyenge, a tiéd pedig fiatal és erős, nem lesz ellenfél számodra. Még egy utolsó dolog, egy álm követ téged, egy élő lidős nyomás, mely ledönti a valóságot. Minden megpróbáltam, de nincs mód harcolni ellene. Meg kell szöknöd, ameddig teheted. Hozz helyre mindkettőnkért, Daniel. Ereszkedj le Alexanderhez a sötétségbe és gyilkold meg. Korábbi önmagad, Daniel. Wow. Szóval ez a Grundról meg a tetéről beszélt. Jó. Menjünk be a katalógusokba, nem? Ez félelmetes szembe volt. Menjünk a katalógusokba. Aha. Oké, benn vagyok. Én is. Nyitva van az ajtó, nem tetszik ez nekem? Nem se. Itt egy levél a könyves polcon. Ezen a felajánlom szolgálatomat Alexandernek, Brandenburg várójának, ez a szerződés 3 évre szól, amikor is vissza fogom rabni a szabadságom. Továbbá Alexander Brandenburg várója felajánlja a szolgálataimat a porosz királyi udvarnak és ezen belül a fekete sas szentélyének. Az ember ezt a becsétet fel nem törheti. Wilhelm Gerincház. 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 Oké. Na, menjünk másik ajtól. Várjál. Szembe. Nagyon jó. Valami. Szembe. Studium. Megyünk szembe? Ez egy szembe. Ez nyitott ajtóba? Aha, nyitott ajtóba szembe. Oké, menjünk. Tanuló. Tanulószba. Anyád, hallottad ezt a hangot? Gyere be! Aha. Ajjaj. Ajtó becsuk. Itt egy levél. Íróasztal. Pokerface, inkább bezárom mindkét ajtót. Oh, goodbye. Ja. De milyen mindig? Remeg a kezem, ahogy írok. Úgy érzem, hogy dokumentálnom kell a megpróbáltatásaimat. Attól tartok, hogy az emlékezetem cserben hagy habozok. Ma pár emberrel beléptünk a sötét ősi átjáróba, amit felfedeztünk. Fakjaink gyengén égtek a mocsos levegőben, ahogy lassan haladtunk lefelé. Az emberek babonásak voltak és féltek. Hangosan veszekedtek és éreztem, ahogy a fura nyelv, melyen beszéltek, megérint. Összeszedtem az erőmet és rájuk kiabáltam, hogy menjen tovább a lejtőkön és a törött lépcsőkön. A turván paragolt átjáró összezavart sokkal, de régebbi meglátszódott, mint a 4. századi építmény, amire számítottunk. A kanyaró után egy hatalmas teremben vezetett, a falakon szobrok sorakoztak, oly módon,
amilyen még sosem lát, amit soha nem láttam. Földön túli jellegük ellenére urán ismerősök voltak, ami azóta is kísért. A kamera távoli végében egy csatalmas kőtábla zárt el valamit. Kiadtam a parancsot, hogy emeljék fel, és ahogy átpréselte magam a szűk helyen, a nehéz kő hirtelen visszaesett, elzárt engem a külvilágtól. Csapdába estem. Wow. Oké. Okay. Jó, menjünk. Oké, okay, kimegyek ezen a félig nyitott ajtón. Fiakokban. Van még egy Libri Vetteres, öreg könyvek. Ez mi volt? Szembe? Igen. Hello. Egy könyv leesett magától. Basszus. Hú, tényleg. Istenem. Már megint hallom azt a hangot. Nem, ez zongora. Az anyád. Bakker. Ijesztegetsz itt engem. Ja, csak nem tudom, minek a zongorán mindig az ijesztő. Miért lenne a zongora ijesztő? Nem tudom. Oké, okay, kimegyek. Vagyis próbálok kimenni. Én is. És innen merre most? Itt már jobbra tudunk menni csak. Itt egy könyves, könyvespolc fiók. Megész közel vagyunk, hogy kimenjünk oda, én oda nem akarok kimenni. Kaptam egy... Tuti lesz valami. Kaptam egy... valami emlékezhető érzetet, nem tudom. Bemegyünk? Emlékeztető. Bemegyünk ebbe a szobába? A bal folyosós részbe. Nem fogok nyílni, mert be van zára. Megnézem. Bementem a bal nagy videóba. Helyi történet szobába vezet ajtozalan. Létezik más bejárat? Oké. Okay. Ki kell oda menni, anyád, de már... Oké, okay, itt vagyok. Kimentem, és te? Merre menjünk? Kimenjünk, nem menjünk balra. Wow! Anyád, hogy megijedtem. Mit láttál? Csak egy hangot. Hallottam valamit. Egy hangot. Én is. Szerintem menjünk balra. Bementem abba a különlásos szobába. Még be. A legvégén. És van ott valami? Nem nagyon. Ah, mi ez a hang már megint? Ha, véres kövek. Jó, kap be. Jobbra itt egy zongora. Olaj. Olajt kaptunk. Hol van olaj? Ja, megvan. Széken. Vagy asztal. Jó, oké, szerintem ennek a résznek vége. Már is folytatjuk. Ha tetszett, iratkozzatok fel. Sziasztok. Sziasztok.